Hazánkban már most is legkevesebb 250 000 ember szenved a kóros feledékenységtől. A demenciával élőkkel a bánásmód speciális ismereteket igényel, hasonlóképpen az egyéb krónikus betegségeik kezeléséhez is különleges körülményeket kell biztosítani, hiszen az egészségügyi intézmények döntő többségét nem az ő igényeik szerint alakítják ki. A pluszterheket a családok, a demenciával élők hozzátartozói is érzik, hiszen a szinte 24 órás ápolás rendkívül megterhelő, valamint óriási anyagi terhet is jelent. Az Alzheimer-kórral, illetve a demenciával terhelt betegek ellátására a világon talán egyetlen ellátórendszer sincs felkészülve. Ehhez képest a szakértői prognózisok szerint 2040-re már 150 000 000 lesz a Földön a hanyatló szellemi állapotú emberek száma. A hazai ellátás hiányosságait jól orvosolják a hegyvidéki önkormányzat programjai, sőt a kerületi szakértők célja, hogy demenciabarát önkormányzattá váljon a hegyvidék. Sok lépést is tettek már ennek érdekében. 2018 óta működik Alzheimer Café a kerületben, ami egy nagyon fontos közege a hozzátartozók segítésének. Általában az Alzheimer Cafékon olyan előadások hangzanak el, amelyek a hozzátartozókat segítik a demenciával élők ellátásában. Létrehoztunk demencia irodát is, korábban a Hegyvidéki Szociális Központ keretein belül, de aztán a polgármesteri hivatal az önkormányzat saját hatáskörbe vette ezt az ügyet, úgyhogy nálunk a Népjóléti Irodán dolgozik az a kolléganő, aki ennek tulajdonképpen a mestere és mindent tud a demencia betegségről, és ő az, aki vezeti a kafét is, ő vezeti a hozzátartozói csoportot is, az egyébként a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban működik, szintén a hozzátartozóknak egy önsegítő csoportja tulajdonképpen. A Népjóléti Irodán tehát személyes tapasztalat, illetve ismeret átadásra is van lehetőség, illetve segítő kiadványok támogatják a hozzátartozókat, hogy az ápolás folyamatát ne érezzék útvesztőnek. Elindítottuk azt a programot is, hogy a kerületben dolgozó gyógyszerészek, eladók, rendészek, rendőrök felkészüljenek egy-egy ilyen beteggel való találkozásra, és ezért kommunikációs tréningeket szerveztünk a számukra az elmúlt fél évben, és azok az üzletek itt főleg a Böszörményi úti környékén voltak olyan vállalkozó szellemű gyógyszertárak, illetve cukrászdák üzletek, akik részt vettek ezeken a tréningeken, ők megkapták a demencia barát logóval ellátott üzlet címet, és ezeknek a kiragasztása májusban történt, és még nagyon fontos az is, hogy a generációk közötti együttműködést a tabu témaként való kezelését ennek a betegségnek csökkentsük, akár a fiatalok körében is, ezért a 9. osztályokban demencia érzékenyítő tréningeket tartottunk a középiskolákban. Az idős emberek ellátásáról a főváros szerte ismert Hegyvidéki Népjóléti Iroda vezetője elmondta, hogy a kerületben működő idős emberek gondoskodását biztosító intézmények működését, programjait és szakembereit is úgy alakították, hogy több demenciával élőt is be tudjanak fogadni, ezzel is mentesítve sok családtagot a napközbeni folyamatos elfoglaltságtól és esélyt adva számukra legalább a részmunkaidős munkákra. A Norma gondozási központunk 2022-ben lett alkalmas arra, hogy demenciával élőket kiszolgáljon, elláson. A Németvölgyi gondozási központ pedig idén vált alkalmassá erre, és nagyon fontos, ami a hozzátartozóknak talán biztonságot, illetve megnyugvást jelent, hogy az odajutást is támogatjuk. Tehát egy kis busszal az ellátottainkat beszállítjuk az intézménybe, és délután pedig hazavisszük, hogy ezzel se kelljen törődni a hozzátartozóknak.